napot kívánok! Megérkeztem Budapestről szabadkai átszállással ezzel a kis vonattal Zomborba. Annyit tudok Zomborról, hogy ez egykori Bács-Bodrog vármegye székhelye, és hogy itt található a Zentai csata című kép, ami az egyik legnagyobb olajfestmény. Azt írják még, hogy Zombor a festők városa, Zombor Szerbia legzöldebb oázisa, és hogy érdemes fiákerrel felfedezni a belvárost. Azt mondta nekem az úriember, hogy már a régi időkben is ez volt a hivatalos fiáker állomás, és hogy azért van itt 28 fa, mert hogy 28 lovat lehetett ide kikötni. A Szentháromság tér közelébe érkeztem a konflissal, ez Zombor belvárosa, itt találhatóak a legjellegzetesebb épületei, mint például a régi városháza, ami Zombor építészeti szimbóluma. Bár ez ma már nem városházaként üzemel, továbbra is központi találkozási pont. Szintén itt a Szentháromság templom rendházának falán az 1852-ben készült napóra és falfestmény kissé megviselt betűit találgathatjuk. Zombor 1749-től, amikor is megkapta Mária Teréziától a szabad királyi városi rangot, fokozatosan fejlődött. Új épületek, paloták, templomok, iskolák alakították át a város arculatát. Zombor a 19. század végén, 20. század elején virágzó gazdasággal, kultúrával jellemezhető, igazi nyüzsgő központi nagyváros volt. Aztán a világháborúk közbeszóltak és tragikus események sorai torpantották meg a fejlődést, és törölték el a korábbi boldog békeidőket. Na de vissza a központba, a Szentháromság térre, aminek a városházával szemközti oldalán az egyik legjelentősebb zombori festő, Milan Konjovics galériája áll, állandó életmű kiállítással. Tulajdonképpen a képtár, vagyis a galéria 1966-ban alakult, szeptember 11-én, szóval Milan Konjovics, híres zombori festő közt, és az akkori város elnök közt, és Milan Konjovics 500 képet adományozott városának. Nagyon szerette városát, azért is rengeteget utazott, Párizsban volt, Pesten volt, Dresdenben volt, szóval Párizsban volt leghosszabb ideig, 8 évet élt ott egyfolytában. De mindig vissza szeretett jönni szülővárosába. Ezért is annyira szerette, hogy tulajdonképpen valószínűleg innen indult ki az egész, hogy adományozta ezeket az 500-at, vagyis a többi képet ugye a városának. De hogyan határozhatjuk meg Konjovics jelentőségét? Ki lehet azt jelenteni, hogy ő az egykori Jugoszlávia legismertebb, legjobb festőművésze? Biztos. Ezt jól mondta, hogy Jugoszlávia a legnagyobb festője, ha nem is, nem csak Jugoszlávia, hanem szélesebb körökben is. Szóval az ő alkotás, ami 1912-ben volt beindítva, akkor kezdte az alkotását. Különböző fázis szerint volt, 7 fázist ismerünk az alkotásába, és tényleg nagy jelentőséget hagyott, mint egy, hogy is magyaráznám még, a jövendőbeli festőknek, akik tulajdonképpen festettek utána, hogy egy nagy példát hagyott nekik. De mi a személyes véleményed? Mitől különleges Konjovics? Különleges elsősorban, mint embert, mert úgy tekintek én, mint ugye valaki ember, akkor a szakma, meg a többi. Ő egy olyan, mondhatom, egy pedigrés ember volt, 5 nyelvet beszélt, zongorázott, festő volt. Egy ilyen kapacitású ember, aki tulajdonképpen még európai, mint említettünk, európai körökbe bír megmaradni, mint festő, mindig visszajött a szülővárosába, és itt is
itt is maradt tulajdonképpen. Konyovics milyen festészeti stílusban alkotott? Konyovics festészete tulajdonképpen expresszionizmus vagy impressionizmust lehet tulajdonképpen kifejezni. Amit említettem még régebben, hogy a hét fázisát, ott még van kubizmusból, indult ki a realizmusból, de egy erős tulajdonképpen, amikor Konyovics a saját kézírással lett fölismerhető, ugye 60-as években, akkor tulajdonképpen az impressionizmusra jellemző, mint festő. Szóval tényleg tulajdonképpen Zombor festővárosa. Rengeteg festő van, sőt még olyanok is, akik nem fejezték be akadémiákat, stb. De Zombor városára szóval, mármint mennyi lakosa van, rengeteg festője van. És ezt tényleg nem bírom megmagyarázni, hogy miért. Éghajlat, vagy a mezők, vagy mit nem, mert összehasonlítom, Konyovics szerette tulajdonképpen nagyon, ugye, festeni a mezőket, mert valami rengeteg tájképeket festett. Talán ez vonzza a festőket Zomborra, de nem tudom, egy hiperprodukció van Zomborból festőkről. Zombor nem csak a festők, hanem egy nagyon jelentős festményvárosa is. A régi Vármegye háza dísztermébe tartok. Itt található Eisenhut Ferenc a Zentai csata című képe, ami ma Szerbia legnagyobb olajfestménye. 7x4 méter. A monumentális kép azt az 1967. szeptember 11-i nagy jelentőségű és igencsak véres csatát mutatja be, amikor az osztrák-magyar hadsereg megütközött az erősebb törökkel, de végül nyertek és kiűzték a törököket erről a területről. A hadseregben sok zombori is volt. A képen az a pillanat látható, amikor az osztrák katonák Savoyai Jenő herceghez vezetik a foglyul ejtett török vasát. A régi vármegyeháza előtt Szabó Istvánnal, a Zombori Magyar Polgári Kaszinó alelnökével találkozom, hogy Zombor történelméről beszélgessünk. Az 1300-as években telepedtek le itt az első telepesek. A város a nevét Zombor Szent Mihály nemesi családtól kapta. Tehát Zomborból lett Zombor. Zombor, így van. Uh-huh. Zomborból lett Zombor, azaz Szombor, mivel örök idők óta többségben szerbek éltek itt. Tehát Zombor mindig egy többségi szerb város volt. Igen, többségi szerb, és mindig, tulajdonképpen mindig szép egyetértésben éltek itt szerbek, magyarok, németek, bunyevácok. És hogy van ez ma? Ma ez körülbelül úgy néz ki, hogy Zombor 50 ezer lakost számlál, amiben magyar ilyen 3 és 4 ezer között van, csak sajnos. Betelepítések voltak itt úgy a titói Jugoszláviában, mint később is, különböző távoli vidékekről, és akkor ez szült különböző ellentéteket, tehát ilyen szempontból romlott egy kicsit a dolog. Tehát akik korábban békésen egymás mellett éltek, idegenek jöttek. A régi szerbek, a régi szerbek és a régi magyarok, akik itt éltek, azok nagyon jól megvoltak egymás mellett. Az ilyen háborús dolgok, a 20. századnak a háborús dolgai ezt az előbbi békés egymás mellett élés szerintem egy kicsit megrongálta. Volt-e Zombornak aranykora? Melyik időszakot emlegethetjük úgy, amikor virágzott a város? 19. századot mondanám, annak a végét és a 20. század elejét. Zombor egy ilyen mulatozós, fiákéros, régi típusú város volt. Tehát Szerbia más pontjából, Magyarország más pontjából is szórakozni jártak Zomborba? Erre is van példa, mert a magyar polgári kaszinó, ott például a magyar nemesség az rendszeresen gyülekezett ez a 19.-20. század forduló idején, amikor utaztak le Pestről Bács irányába, ugye Zombor Bács-Bodrog megye székhelye volt, itt sokszor megálltak különböző tárgyalásokra, és a szórakozó részét a dolognak pedig a magyar polgári kaszinóban töltötték el. Zöld város.
ez mindenkinek megmarad, aki jár itt, és különösen... Óriási buxusok, igen, a ezek, háttérben. Ezek tiszafák, ezek régi tiszafák. Gyönyörű szép. Tehát egy légi felvételen sokkal több zöldet látni Zomborról, mint házat. Ez Szerbia legzöldebb városa, igen, ha jól igen, tudom. Igen, mert itt az 50 ezer lakosra, ha én jól tudom, közel 18 ezer fa van a városban. Tehát Zombor a zöld város, Zombora? Zombor ezen kívül még a festők városa. Jellemző, hogy nagyon sok festő élt és él Zomborban. Zombor nagyon jó példát tud mutatni egy sokszínű népek együttélését, európaias hozzáállást tud mutatni, és nagyon, hiszem azt, hogy nagyon sok felé Európában nincs ekkora sokszínűség, mint itt évszázadok óta. Zomborban évszázadok óta együtt élnek magyarok, szerbek, bunyevácok, németek. Kíváncsivá tett ez a sok színűség, ezért rögtönzött és természetesen korán sem reprezentatív felmérésként. A fő utcán megkérdeztem az arra járókat, kinek milyen nemzetiségűek a felmenői. Elsőként persze a mellettem álló Szabó Istvánnak szegeztem a kérdést. Édesapám oldaláról 100%-osan magyar vagyok, vagyis az 50%. Édesanyám oldalán pedig az egyik nagymama az Gabriel, vagyis ez szlovákiai német családból származik. Az egyik nagymamám, és édesanyám oldaláról nagypapám pedig Kalinka, amit nem is tudok pontosan, hogy milyen. Szerbén. Kicsit keverve, kicsit német, kicsit sváv, kicsit magyar, kicsit szerb, minden. Szerbén. Bosnian and Serbian. Van nekem rokonaim Hódmezővásárhelyen, meg Szegeden, meg Ukrajnába is, akik kimentek. Az én feleségemnek az édes lánytestvére Mohácson él. Zombori magyarokat 1862 óta a Magyar Polgári Kaszinó fogja össze. Egykor a helyi iparosok találkoztak itt, hogy tapasztalatot cseréljenek, és persze kikapcsolódjanak. A kaszinó azóta is rendületlenül működik, rendszeresek a találkozók, kultúrprogramok, és itt működik a dalárda is. Az elnökasszonyt kérdeztem az egykori és a mostani Zomborról. Milyen volt a nemzetiségek aránya annak idején? A lakosság összetétele valójában el volt osztva majdnem részarányosan a magyarok, a németek és a szerbek között. Hogyan tudtak ők együtt élni évszázadokon keresztül? Nagyon békésen és nagyon jól. Olyan módon, hogy mindenki beszélte a másiknek a másik nyelvét, tehát a magyarok épp úgy beszéltek németül, mint szerbül, vagy a szerbek épp úgy beszéltek magyarul és németül, mint ahogy a németek is mind a két nemzetiség nyelvét beszélték. Látogatták egymást, tiszteletben és becsületben tartották egymásnak a kultúráját, vallását, és nagyon jó barátságban éltek. Ugye múlt időben beszélünk viszont. Mi az, ami mindezek után történt? Hát ezek után következtek a háborúk, az első világháború, a második világháború, és sajnos most már mi beszélhetünk egy harmadik háborúról is a területünkön, úgyhogy ezek az évek alatt nagyon is megváltozott Zombornak az arculata, nagyon-nagyon sok ember elköltözött a városból, hát a megélhetési lehetőséget keresve. Ez már mostanság, viszont az első világháború után, meg a második után kitelepítették a németeket, magyarok nagyon sokan önkéntesen is eltávoztak, úgyhogy betelepítették a szerb lakosságot a városba, és ezáltal teljesen megváltozott a Zombor lakosságának az összetétele. Körülbelül 50 ezer lélekszámú a város, és ebből körülbelül ha 3 ezer magyar lakos van. Annak idején volt ez a jugoszláv identitás, tudod, ez mennyiben változott meg aztán a 90-es években? A 90-es évektől kezdve megváltozott annyiból, hogy talán a magyarság egy kicsit fölébredt, és újból tudatába jött annak, hogy nem szabad hagyni magunkat, mert teljesen el fogunk veszni, mert már olyan mértékben elfogytunk, hogy szórvány magyarként tartanak minket számon.
és valójában Zomborban is a Magyar Polgári Kaszinó volt az első a Vajdaságban, aki a 90-es évek elején először megemlékezett március 15-éről hosszú idő után újra, és október 6-áról nyilvánosan koszorúzással a temetőbe. A Magyar Kaszinó annak idején a magyar iparosok találkozó helye volt, ugyanis Zombor a századfordulón arról volt híres, hogy az iparosok városa. Sokan jöttek ide valami újba kezdeni, vagy fellendíteni a régi üzletet. Így volt ezzel Milász Tanisics, szerb üvegművész is, aki 1908-ban alapította meg vállalkozását Zomborban. Ő eredetileg Szegeden élt, csupán egy munka miatt hívták ide, de a város akkoriban olyan ígéretesnek tűnt, hogy itt maradt és itt alapította meg vállalkozását. Most az üzletet dédunokája Stefán vezeti, és van üzletük az Egyesült Államokban is. Nagyon keresett üvegművészek. A világ minden pontjára készítenek templomi ablakokat vagy paloták épületek díszítését. Az orosz elnöki rezidencia vagy a Gellért szálló bizonyos üvegablakai is az ő kezük munkája. Egy Szent Imre üvegablak készül éppen, mégpedig a szabadkai Szent György templomba. Az üvegfestés technikája nagyon különleges. Engem leginkább a homokfestészetre emlékeztet, és nincs is annyira távol tőle. Stefán felesége épp Szent Imre lábát készíti így. Először a porszerű festéket az üvegre szórják, majd ebből alakítják ki a kontúrokat és árnyalatokat. Stefán azt mondja, azért hordanak maszkokat, hogy nehogy egy mélyebb lélegzet vagy tüsszentés tönkre tegye a munkát. Aztán egy óvatlan pillanatban Szent Imre fejét leemelték a helyéről és sötétre festették. Ettől lett természetes hatású. Szent Imre look like me after the solarium. Right now, yes. That's the final stage. Stefán a dédunoka számára nem volt kérdés, hogy folytassa a családi hagyományt és tovább vigye az üvegművészetet. New Yorkban tanult és 10 évig az Egyesült Államokban is maradt, ahol szintén sikerre vitte a családi vállalkozást. Majd hazajött. Azt mondja azért, mert ma már mindegy, hogy ki honnan irányítja az üzletet, hogy hol él az Egyesült Államokban vagy a szerbiai Zomborban, hiszen bárhová könnyedén elutazhat. Boldog, ha utazik, de még boldogabb, amikor hazatér, hiszen ez az otthona. Persze nem hagyhattam ki a származására vonatkozó kérdést. Nagy nehezen összeszámoltuk, hogy hányféle vér csörgedezik az ereiben. A dédapja szerb volt, ahogy az édesapja is. Az édesanyja magyar, az anyai dédanyja román, míg az apai görög származású volt. Stefán szerint ez tiszta Amerika. Zombor egy multikulturális város, ahol a barátok nem kérdezik egymást, ki milyen nemzetiségű. This is like, yeah, this is like America, you know. Száva Sztojkov zombori festőművésszel találkozom, akinek fő témája az egykori Vajdaság és az egykori Zombor. Naív festményei egy letűnt, vagy tán soha nem is létezett kor idilli nyugalmát árasztják. Tájképeiben rendszerint visszatér gyerekkori emlékeihez, és azokat a paraszti házakat, tanyákat festi meg, melyek egykor jellemzőek voltak erre a tájra. Portréi is rendszerint paraszti arcok, akik a múltból köszönnek vissza. Alkotásai a nagyszülők meséit idézik, nyugalmat és békét árasztanak. A 87 éves festő művész ma is aktív és galériájának műtermében dolgozik. Azt mondja, azt festi le, ami a szívéből jön, azokat az emlékeket eleveníti fel, amiket földműves családja körében élt át. Szegények voltak, de boldogok. Azért fest, mert szeretné azt a sok szépséget megmenteni a feledéstől, amiben része volt gyermekként. Ez
gyerekkorában, hogyan éltek itt együtt a különféle nemzetiségek, a magyarok, a szerbek, a horvátok, németek, hogyan lehetett ezt a sokféle kultúrát összeolvasztani itt a Vajdaságban? Száva Sztojkov azt mondja, amikor ő fiatal volt, senki nem foglalkozott azzal, hogy ki milyen nemzetiségű. Sem ez, sem a vallási hovatartozás egyszerűen nem volt kérdés. Mindenki mindenkivel jóban volt, tisztelték egymást, és tiszteletben tartották egymás szokásait, ünnepeit. Az ő felesége például katolikus, míg ő paroszláv, szemben velük pedig egy magyar ember lakott, de soha nem volt kérdés köztük. Számára mind a mai napig azok számítanak nagy embernek, akik túl tudnak lépni a különbözőségeken. Ő például személy szerint nagyon szereti a magyarokat és Magyarországot is. Miért alakult az ki vajon, hogy Zombor a festők városa? Nem tudja maga sem a választ, hogy mi lehet az oka, de valóban rengeteg festő van Zomborban. Ő legalább 150-ről tud. Lehet, hogy a táj, a természet szépsége ragadja meg az ittenieket, amit szeretnének megörökíteni az utókornak. Ő Húsvét Lajos festőtől tanult sokat. Megkérdeztem, hogy ő, aki az arcokat olyan pontos részletességgel ábrázolja, mit lát, változott-e az arckifejezés a 20. század háborúi után? Azt válaszolta, hogy igen, változott. Egyrészt az emberek jobban próbálják elrejteni az érzéseiket, másrészt meg, míg korábban a nehéz fizikai földműves munka hagyta rajta a nyomát az emberi arcokon, addig most a bizonytalanság és az örökös elégedetlenség tükröződik minden vonásban. De ő azt kívánja mindenkinek, hogy próbáljuk az életet pozitívan szemlélni, és értékeljünk minden pillanatot, ami megadatik. Még van pont egy vacsorányi időm, mielőtt hazautaznék, úgyhogy a napom zárásaként az egyik legrégebbi zombori étterembe, a 200 éve fennálló Elefántba mentem. Tulajdonost kérdeztem, hogy az ételekben is megjelenik-e a városra jellemző sokszínűség. Azt válaszolta, törekednek rá, hogy minden nemzetiség étele megjelenjen az étlapon, a szerb ételeken kívül is, amik természetesen a rostélyos fogások és a ház specialitása, a csevap. A csevapot itt úgy készítik, mint a mesében, három éjjel, három nap, legalábbis ami a pácolást illeti. Minden 24 órában ledarálják, megfűszerezik, és végül a három nap végén faszénen kisütik. Most mind meg kell ennem, amit főztem. Hozzá is látok. Véget ért a mai napom a vajdasági Zombor városában. Amikor ide érkeztem, akkor arra számítottam, hogy megismerem majd Zombort, a festők városát. Megismerem majd Zombort, Szerbia zöld oázisát. Zombort, az egykori kisiparosok mekkáját. De mindezeken túl valami egészen mást is találtam itt. Mégpedig annak az emlékezetét, hogy hogyan éltek itt békében több száz éven keresztül szerbek, magyarok, horvátok, németek és még ki tudja hányféle nemzetiség. És azt is, hogy hogyan próbálják meg most a 21. században, háborúk és nehéz évek után újra együtt felépíteni és visszaidézni Zombor aranykorát. De most megyek, mert indul vissza a vonatom Budapestre. Pannon Express legközelebb egy hét múlva, utazzanak akkor is velünk. Viszontlátásra!